Egész évben hajtunk, dolgozunk, várjuk a nyarat, amikor kicsit elvonulhatunk, megszabadulhatunk a mindennapok taposómalmából. De ha nem készülünk fel megfelelően a nyári álomból, könnyen rémálom lehet. Különösen ajánlott minden szükségeset becsomagolni, ha gyerekkel indulunk útnak. Szerintem megszoktam is a betegeimnek ajánlani, hogy ebbe a kis házi patikába mindenképpen legyen valami lázcsillapító, az gyerekkorának megfelelő, ugye, akkor legyen hasmenésre való szer, ez is előfordul hányás esetére valami gyógyszer, vagy valami természetgyógyászati készítmény, ki mit szeret. Napégésre nem kenőcs, hanem inkább vannak ilyen különböző habok, gélek, amiket én speciál nagyon szeretem, bárányhimlőre, csípésekre, rovascsípésekre, napégésre szoktuk használni, és nagyon jól hűsítenek, fertőtlenítenek. Fontos még tudni, hogyha külföldre, valamilyen egzotikus országba utazunk, feltétlenül nézzünk utána, hogy az adott helyre milyen védőoltás beadatását javasolják a szakemberek. De sokan azt is el szokták felejteni, hogy ha tengerpartra megyünk, vigyünk magunkkal vízicipőt. Ezzel elkerülhetjük a tengerben élő állatok csípését, szúrását. A medúza csípés az meg különböző tüneteket tud okozni, tehát egészen az enyhe gyulladástól, egész komoly ilyen szisztémás tünetekhez is vezethet, mint hányinger, hányás, láz, hidegrázás, tehát ilyen dolgok lehetnek. Természetesen ezeket is ugye tünetileg kellene csillapítani, kezelni, és hát a csípés helyét pedig gyulladás csökkentő kenőccsel, azt is mondjuk érdemes vinni magunkkal, valami olyan kenőcsöt, ami gyulladás csökkentő. A szakember még azt is elmondta, hogy ha valaki tudja magáról, hogy bizonyos állatok csípésére allergiás, semmiképp se felejtse el a szakorvosa által javasolt gyógyszereit magával vinni. Akinek pedig nincs tudomása ilyesmiről, annak is célszerű akár a patikában recept nélkül kapható antihisztaminok közül csomagolni egyet.